Tisztelt, de lassan a végéhez közeledik. Még néhány gondolatot szeretnék átadni a testvéreknek, útoravalónak az új esztendőre, köszöntésképpen. Énekelni fogunk majd egy éneket, megtartjuk a gyűjtésünket, és szálaimnak fog következni, hogy Isten testvérünk fog imádkozni befejezésül. Elgondolkoztam itt a padban, hogy Isten megvizsgál bennünket, és csak ugyan jó az Úr, hogy nem mondta meg tőlünk kegyelmét, meghallgatta könyörgésünket, imádságainkat, és kegyelmét nem mondta meg tőlünk. Elgondolkoztam azon is, hogy 100 évvel ezelőtt is imádkoztak. Abban az esztendőben növekedett a gyülekezet, Bozsóti Zsigmond volt a körzeti munkás, imaház megnyitó volt, mert a régi imáznak a fedelét lecserélték újra, és imádkoztak az elkövetkezendő váltásáért. És az elkövetkezendő évben nyár elején kitört a második világháború. Testvérek, hadd lehessen ez az esztendő, az imádkozásban való megújulásnak az esztendő. Az első világháború nagyon megpróbálta a gyülekezeteket, a szalámi gyülekezetet is. Imádkozzunk azért, hogy békés, nyugodalmas, csendes életünk legyen. Imádkozzunk az előjáróért, országunk, a világ országainak vezetőjéért. Újuljunk meg az Úrral való közösségben. Újuljunk meg az imádkozásban. Hadd lehessen megújulásnak, az imádkozásnak való megújulásnak az esztendője, ez a 2014-es év. Fontos az imádság. Tanuljunk meg újra, odaszánt élettel imádkozni. Legyen ima életünk. Imádkozzunk ezekért, imádkozzunk egymásért, imádkozzunk gyülekezetünkért. Amikor vége felé közeledik az év, jó, hogyha mérlegelünk, jó, ha visszatekintünk, jó, ha megnézzük, hogy milyen az életünk, rendezett a kapcsolatunk Istennel, rendezettel a kapcsolatunk egymással, és jó úgy befejezni az évet, hogyha lehet, ha rajtunk át, hogy elrendezve legyen az Istennel és emberekkel. Tegyük ezt, ha tehessük. Még ezen az estén. Vagy akár itt ebben az, ezen alkalomban is Isten tisztelet után. Ha valakinek volna valakinek rendezni valója, az megteheti. Négy szem közt. Szeretnék egy Istentől megáldott, békés, boldog új esztendőt kívánni a testvéreknek. Hadd mehessünk tovább Isten áldásával, kegyelmével, imádságos szívvel, hogy az új esztendő és a kegyelem napja látnia 2014-ben, akkor az a megújulás az elvaló közösségnek kegyelmének és jóságának megtapasztalásának esztendője legyen. Én egy ilyen áldott, boldog új esztendőt kívánok mindenkinek. Énekelni fogunk befejezésül egy éneket, imádkozni fogunk befejezésül, és majd a legvégén lesz alkalom köszönteni egymást. Énekeljünk egy éneket ülve, és arra próbáljuk a szolgálmazni. A hitemgép 615-ös énekünk. 615. Thank you.
Köszönjük a kegyelmet, amivel részesülünk ezen a mai estén is. Köszönjük, hogy velünk voltál és érezheted a te szeretetedet, a te megoldalmazó kegyelmet, írgalmát. Köszönjük, hogy megóvtál a gonosztól bennünket. Köszönjük, hogy vezettél idáig is bennünket, és kérjük továbbra is, hogy vezess bennünket az ő forrásához. Tarts meg az igazi tanítást magunk, hogy igazi fények legyünk. Kérem Uram, hogy áld meg ennek a gyülekezetnek szolgálat elejét, minden egyes testvérnek szolgál, minden egyes hozzájárulót, Uram, hogy igazi kezeket tudjon felelni, és tökéletesen meg tudjuk állni te előtted, hogy örömetre szolgáljunk, Uram, ebben a faluban. Add, Uram, hogy meglátszunk bennünk, Uram, hogy vágyakozzunk a csodálatos áldásos útaidhoz. Aki ragaszkodjunk te hozzád, Istenem, segíts meg bennünket abban is, hogy kövessünk tégedet tiszta szívvel. Adj nekünk mennyei szent erőt és üzenetet, hogy megállassunk te mellette, Uram, és akik másokat is vigyünk ehhez az igazi útforráshoz. Így kérjünk, hogy továbbra is áldunk a létünket. Add, Uram, a jövőben is üzenetet számunkra. Hát, hogy igazán meg tudjuk tapasztalni, hogy milyen jó vagy hozzánk, és milyen csodálatosak a te útaid. Amen. Amen. Mondjuk együtt. Köszönöm.